megszépítették a Gébertitó környezetének egy részét a Nefelejts nyugdíjas klub tagjai. Az önkéntes akcióban 20 szép korú vett részt, akik fontosnak tartják, hogy Zalaegerszeg közterületei biztonságosak, esztétikusak és hulladékmentesek legyenek. A pandémia alatt sokan választották a szabadtéri időtöltést, így az idősek is szívesen jöttek a Gébártitó partjára. Tapasztalataik szerint egyre több zöld hulladék és egyéb szemét gyűlt fel itt. Így királyimre hívó szavára vállalták, hogy megszépítik ezt a területet. Kubb gyűlésen felváltottam a tagoknak, hogy jöjjünk el, hiszen a város vezetése olyan szépen rendbe tette nekünk ezt a gébardi környékét, és látom, hogy ide egyre több ember ide jön ki. Gondolom, hogy kijön a tavasz, a itt itt lesz emberekkel és arra akkor tegyük egy kicsit rendbe, legyen otthonosabb, szebb, tisztább a környezet. Most majd még lesznek számítatok is kirakva, és akkor remélem, hogy a itt látogatók, meg kérem is őket, ne szúrják el a szemetüket, tegyék bele a tarlóba, vagy ha nem lesz ott, akkor vigyék haza. De tartsuk tisztán, hiszen ide tudunk kijönni a friss levegőre, mert tényleg ez egy szép környék. Az akciót a Boldogasszony Kápolna környékén kezdték, ahol összegerebjézték a lehullott faleveleket és megmetszették a bokrokat. A klubtagok örömmel csatlakoztak a hasznos kezdeményezéshez. Ennyi mozgás kell, főleg ennyi időskorban, hogy az ember ne hagyja el magát, ez az egyik is szempont, meg hát a másik szempont, hogy azért ez nekünk is egy öröm, hogy az elegerszeg, meg a környéke, meg a területe szép és virágos és tiszta. Úgyhogy nagyon szívesen eljöttünk elsőre. Az idősek a Boldogasszony kápolnától egészen a fahídig végezték el a munkát. Ezen a szakaszon levágták a kiálló ágakat is, azért, hogy az erre sétálók és biciklizők balesetmentesen közlekedhessenek.